Szeretettel köszöntelek benneteket újra az Aurora Folklór műteremben. A mai alkalommal egy kicsit szomorúbb balladával fogunk foglalkozni, a Deli Mári balladájával, de mint ahogy régen is azért használták ezeket a balladákat, azért énekelték és mesélték, hogy a szomorúságot és a rosszat kiénekeljék magunkból, úgyhogy mi is ezért vettük ezt most előre, illetve nekem elég személyes kötődésem is van ehhez a balladához. Nagyon kedves mentorom, dr. Lenzendorfer Zsuzsanna kutatta ezt a Deli Mári balladáját, és írt róla egy csodálatos könyvet, meg is mutatom nektek, ez a Vérző Lilium könyv, amiben benne van a balladáknak a különböző verziói, nagyon alapos kutatás, levéltárakban gyűjtött Zsuzsa, mindenféle szövegben van, hogy a korabeli sajtóban hogyan jelent meg ez a gyilkosság, mert hogy egy gyilkosságról beszélgetünk, és Gülh Csaba író, újságíró írt hozzá egy színdarabot, aminek a bemutatója nem sokára lesz, úgyhogy oda is majd szeretettel várok mindenkit, mert hogy bízok benne, hogy színpadon is ez egy nagyon szép darab, és énekelve is gyönyörű, úgyhogy a mai adásunk végén egy olyan meglepetést tartogatok nektek, hogy aki kutatta és gyűjtette, Lenzendorfer Zsuzsanna, el is énekli nektek a balladának az egyik verzióját. Most egyelőre én csak felolvasom nektek azt, amit én kiválasztottam. Nem zörög a levél, ha a szél nem fújja, nem beszélik babám, ha igaz nem volna. Tilos a szerelem, félek az anyától, azt hallottam babám, hogy elválunk egymástól. Szegény Deli Mári, de sokat szenvedett, mikor a ladikból a Tiszába esett. Jajgatott, jajgatott, senki nem hallotta. Szegény Lajos bátyja a Tisza partján siratta. Csináltatsz-e anyám fehér vászon ruhát? Csináltatok, lányom, atlasz sejem ruhát. Csináltatsz-e anyám babérból koszorút? Csináltatok, lányom, piaszból koszorút. Csináltatsz-e anyám diófa koporsót? Csináltatok, lányom, márványkő koporsót. Csináltatsz-e anyám diófa keresztet? Csináltatok, lányom, márványkő keresztet. Elhívhatod, anyám, majd azt az egy papot? Elhívhatom, lányom, majd azt az öt papot. Elkísérsz-e, anyám, a temető kapuig? Elkísérlek, lányom, a sírod bezártáig. Megsiratsz-e, anyám, ahol mindenki lát? Megsiratlak, lányom, ahol senki sem lát. Fejfámra azt írják, itt nyugszik egy árva, kinek szerelemből történt a halála. 1972. augusztus 10-én Soboron gyűjtötték ezt a verziót, a gyűjtő Horváth Győző volt, az adatközlő Fejcser Mátyásné, született Kovács Katalin, 1950 született. Én azért ezt a verzióját választottam a balladának, mert ebben elhangzik ez a fehér vászonruha, atlasz sejem ruha, és ebből indultam ki, amikor megterveztem hozzá a ruhát és az ékszert, de erről majd egy kicsit később mesélek. Egy picit szeretnék Zsuzsa könyvéből nektek olvasni egy kis részt, ami szerintem érdekes és tanulságos, úgyhogy sokszor tőle idézek, illetve ő is idéz fantasztikus kutatóktól, néprajzgyűjtőktől. Szóval ez a ballada anyai nagyszülém falujában Felpécen 1996 őszén fedezte fel, még szájhagyományban élő új stílusú ballada. Még a helyszínen eszébe jutott Vargyas Lajos szavai, miszerint erősen kihalóban van a ballada műfaja, annak ellenére, hogy még meglepetések is érhetik a gyűjtőt. És amikor elkezdte kutatni ezt a balladát, akkor a levéltárban kutatott utána, és reményeimnek megfelelően a Győri Közlöny továbbra is foglalkoztatta a bűneset, és 1875. év február 21-i vasárnapi számában ezt írták. A törvényszéki teremből címmel közölte a vádlevelet is, mely szerint Török József, Deli Máriát, midőn ez a malomba őrlés véglet gabonát vitt, érzéki gyönyöreinek kielégítésére kívánta felhasználni, mely szándéka a hajadon ellenszegülése miatt nem sikerülvén, Török a leányt a malom deszkáihoz vágtas, alélt állapotában a Dunába dobta, s midőn a leány menekülni akart, s a malom láncaiba kapaszkodott, Török egy ladikon hozzá közeledett, s egy evező lapáttal fejbe ütötte, sőt, midőn a leány felbukkant, Török az evező lapáttal őt a víz alá szorította, minek következtében Deli Mária megfúlt. Ez esetről Ács Benedek Molnár legénynek tudomása volt, de mindennek dacára a vizsgálóbírót kihallgattatása alkalmával tévútra vezetni parkodott, miért is bűnpalástolás miatt vád alá helyeztetett.
Vádlottak a tény elkövetését a vizsgálat alkalmával beismervén felolvasott vallomásaikat helyben hagyták, megerősítették. Itt még egy másik beszámolót is talált Zsuzsa. Rejtélyes eltűnés cím alatt beszámolót találhatunk egy felpéci leány eltűnésének körülményeiről, helyéről. Az újságcikk megemlíti az úgynevezett vesszősi malmot, és azt is megtudhatjuk, hogy D.I. felpéci gazda 19 éves leányát, aki akkor már menyasszony volt, küldte el kocsisával a malomba őrletni. Kiderül még az is, hogy a kocsis egy időre magára hagyta a lányt a malomban, és visszatéréskor azonban nem találta ott. A cikk arról is tudósít, hogy a vízbe fújt lány holttestét vasárnap megtalálták, és törvényszéki boncolás eredményeképpen feltételezték, bűntény áldozata lett, ezért a tett helyen tartózkodó morlánlegényt azonnal őrizetbe vették. Az újságír utolsó mondata, a vizsgálat folyamatban van, reményt adott arra, hogy tovább beszámolók segíthetik a kutatását Zsuzsának, és ez így is lett. Egy érdekes feljegyzés van, amint az ügyvéd mondott, hogy ez szerint egy fiatal, erőteljes és csábító külsejű leány egymaga malomba küldetik egy olyan helyre, ahol tudni, hogy a leány egy legénnyel egymaga marad egész éjjel. Ezen könnyelműség annál kirívóbb, ha tekintetbe vesszük, hogy Deli Mária az íjféle találkozások alkalmával követett közönséges magatartástól eltérőleg erényes leány létére magát meg nem adta. Enyhítő azon nemi felingereltetés, mely a vádlottban Gaszt András magaviselete és abbeli közleménye által keltetett, hogy a leány magát neki megadni hajlandó volna. Úgyhogy nagyon sokféle érdekes tény van itt. Mindjárt még olvasok nektek. Mert hogy amikor így lefolytatták a különböző vizsgálatokat, akkor ugye megállapították, hogy Török József Molnár legény bűnös, és a törvényszék kötél általi halálra másodrendű vádlottat, Ács Berendeket, aki pedig ugye a bűnelpálástolás vétsége követte el, egy havi börtönre ítélte, ami még nagyon érdekes, hogy az ítélet ellen mindkét vádlott fellebbezett, és figyelmet érdemel az az újságírói megjegyzés, hogy a tárgyaláson résztvevő hallgatóság száma 250-280 egyénből állott. Akkoriban nem volt ingyenes megnézni egy-egy ilyen tárgyalást, és ezért ez a nagyszámú érdeklődés, ez nagyon-nagyon érdekes. Amikor kutatta Zsuzsa a balladát, akkor sikerült felderíteni a Molnár legény élő rokonait, és megkérdezte Faragó Józsefet, aki a saját családja és saját szemszögéből mesélte el ezt az egész esetet, így. Én nagyapámnak a testvére volt Török József. Nekem úgy mesélte el a család, hogy udvarlója volt, tény és való, hogy udvarolt a lánynak. Deli Mári nem véletlenül ment oda, és a lány nem először volt nála a malomban. Ez a malom ott volt, amint most megyünk Újfalu felé, hiába mondom, a kerekes tó, mert már nyoma sincs neki. Tehát, amint a töltést elhagyja az út, ott volt egy rámpa föl, azon mentek keresztül át, ott jártak le a molnárok, azon vitték a gabonát. És ott voltak, arra zakatoltak a malmok. Majd 150-160 malom volt Révfaluban. Azt mondták nekem, hogy ottan beszélgettek, csónakáztak, minden malomnak volt csónakja. A leány megmondta, hogy szakítanak, és akkor összevesztek. A ladikból beledobta a vízbe, akkor nem merült el a leány, mert a szoknyai ruhája fönntartotta. Aztán evezőlapáttal nyomta le a vízbe, ennyit tudok, ennyit mondtak, elmúltam 20 éves, amikor Edi néni szokta mesélni, hogy ballada lett belőle. Azért tudtam, hogy a sír ott van, úgy hallottam a balladát, hogy szegény Deli Mári. Szóval a peranyag és a Molnár rokon által elmondott igaz történet nem teljesen egyezik meg, de érdekes, hogy mind a két verzióról vannak ugye feljegyzések. Én ennyit szerettem volna elmondani, plusz még egyetlen egy gondolat, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes. Itt ez Zsuzsa a szövegelemzés címszó alatt írja, hogy a Deli Mári ballada egy helyi, sokoró aljai új stílusú ballada. Megjegyzem, megyénkből több helyi ballada is ismert, így például a Soboron élő Kardos Imre szerencsétlenségét megörökítő történet. Közös a két balladában, hogy mindkét főhős a vízben lelte halálát. A víz az emberek megélhetést, az ellenség ellen védelmet nyújtott. Éppen ezért ítélte el a nép, ha valaki folyóba ölte magát. Így ír elő Galgóczi Erzsébet Vadkacsa Lesen című novellájában.
Egyszer egy fiatal lány szerelmi bánatában a folyóba ölte magát. A bátyám föl volt háborodva, vízparti lány, s nem tanulta meg, hogy a folyó szent. Szent, mint a föld, mert mindegyik kenyeret ad az embernek, életet. A vizet nem szabad öngyilkossággal meggyalázni, persze ehhez hozzá is tehetnénk azt, hogy gyilkossággal sem. Én szeretettel ajánlom nektek ezt a Vérző Liliomot, a ballada kutatási részét, a különböző balladáknak a verzióit elolvasni, Güh Csabának a Vérző Lilium című monodrámáját, amit, mint említettem, nem sokára színpadra is visznek. De most térjünk vissza itt az Aurora Foglamú ékszerekre és ruhákra. Láthatjátok mellettem, a fehér és a fekete szín jelenik meg végig a ruhán, az ékszereken és a koszorún. Hát egyrészt azt a részét akartam kiemelni, hogy ugye van a jó és a rossz, és a kettő együtt adja az életet és a világot, és ugye a balladában, amit felolvastam, ott elhangzott a fehér atlasz selyem ruha, úgyhogy egy nagyon szép selyem szoknya, pliszírozott selyem szoknyát készítettünk el Deli Márinak. Ez egy rövidebb, hátul hosszabb verzió, fekete csíkokkal díszítve. Ugye ezzel a pliszírozással arra szerettem volna utalni, hogy régen nagyon sokszor alkalmazták ezeket a viseletekhez. A fűzőt már láthattátok a szép asszonyoknál. Én figyelek arra is, hogy ne készüljön el minden egyes darabhoz új ruha. Próbálom variálni őket. Egyébként mindenkit erre biztatok a hétköznapokban is, hogy ugye van egy alapruhatárunk, amit úgy találjunk ki, hogy egymással tudjuk úgy variálni, hogy harmonikus, de különböző képet tudjunk mutatni. Én így szoktam megtervezni a ruháimat is, tehát külön van a fűző, külön van a szoknya, tehát akár külön is tudjuk hordani. Itt akár, hogyha arról beszélünk, ezt a fekete-fehér fűzőt egy fekete nadrággal is föl lehet venni, és akkor már is nem ennyire ünnepélyes. De visszatérő a balladára, ugye elhangzik itt a történetekben, hogy amikor a Molnár legény bedobja a vízbe Deli Márit, akkor nem merül el, mert hogy a szoknyái föntartják a felszínen. Úgyhogy itt a szoknya alatt több réteg tűl van, ezzel is utalok erre a mondatra. A fűző fölött nagyon-nagyon sok gyöngysor van, mint ahogy rajtam is. Fehér és ezüst színű hólyag gyöngyök, ezekről is már esett szó, hogy ezek fújtüveg gyöngyök, nagyon-nagyon gyönyörűek, nagyon törékenyek, és hát könnyen sérülnek, ugye emiatt sajnos. Ezeket a gyöngysorokat nagyon örültem, amikor az interneten megtaláltam, úgyhogy ebből többféle verziót is sikerült megszereznem a gyűjteményemben, nagyon szépen tudjuk variálni bármilyen alkalmi, különleges megjelenéskor. Most itt a Deli Mári nyakában még láttuk egy gobelines Aurora Foglamú rázsiást is. A gobelinnek a közepében régi pudertartó szelencének a tetejét használtuk föl. Egyrészt manapság már nem használjuk ezeket a pudertartókat, és csak a polcokon állnak, viszont olyan szép a hímzés értékük, hogy egyszer csak így a sok év után, amikor pakolgattam a fiókba ezeket a szelencéket, akkor jutott eszembe, hogy hát tulajdonképpen ki is lehet szedni onnan, és újra gondolni. Úgyhogy azóta most nagyon örülök, mert a kedvencetekké vált ez a Goblin nagyméretű sorozat, úgyhogy többféle variációba tervezhettem és készítettük el nektek. Most itt a Deli Márinál ugye egy ilyen fekete alapon, kicsit fakószínű virágmintás puderszelencét használtunk föl, és egy kicsit zöldet csempésztem vele, ezzel is egy nem a víztisztaságára akartam utalni, hanem ahogy ugye a nád és a sás megjelenik ezeken a szigetközi, tóközi, lábaközi vidékeken. Úgyhogy így a sokféle verzióból született meg. Nálam mindig megszokhattátok, hogy minden színes és díszes, most itt a színeket kibontam a történetből, mert hogy ugye egy elég szomorú balladáról beszélgetünk, de én nekem az tetszik, hogy Zsuzsa is sokszor elmondja, én is elmondom, hogy ugye a kiénekléssel a bánatot is elengedjük magunkból, és amikor elmondjuk ezeket a történeteket, ugye ezek példaként ott állnak, hogy ilyet ne tegyünk többet. Úgyhogy igazából még amiről szeretnék mesélni, ami rajtam van, egy nagyon fontos ékszer, mert Deli Mári ugye egy gobelines verziója van, rajtam pedig egy zarándok érmés. Ezt majd meg fogom nektek mutatni kinagyítva. Ennek az a története, hogy ez egy Szent Teréz zarándok érme.
illetve úti szentség, és ezt Tordai Hajnal, jelmeztervező művésznőtől kaptam ajándékba. A művésznőtől kértem egy ajánlást, és az ajánlás mellé ez az ajándék is megérkezett. Ennek az a különleges története, hogy Hajnalnak a dédnagyapja egy portréfestő volt, Balla Frigyes, aki megfestette 9. Pius pápának a portréját, és ezt elküldte a pápának, és a pápa úgy hálálta meg ezt a cselekedetet, hogy 15-20 darabot ebből a Szent Teréz úti szentségből ajándékozott oda neki, és meg is áldotta. Tehát ami rajtam van, ez az arándoképmez kapott egy pápai áldást, ami nekem fontos, plusz energiákat tartalmaz, és remélem, hogy akár egy olyan erőt ad, hogy inspirálódva tovább haladjak, és tervezzem meg az új kollekciókat. Ezt kiegészítettem természetesen egy magyar hímzés mintákat alkalmazó kézzelvésett fémkerettel, készítettem hozzá fülbevalót, egy nagyon egyszerű, ezüstszínű, csiszolt üvegeket magába foglaló keretről beszélünk, nem akartam ezt nagyon sok díszsel elnyomni, ezt az erőt és a kifejezést, úgyhogy így egy ilyen védő, energiát adó lázsiás készült el. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket is, folytatjuk a videósorozatokat, hallgassátok meg az éneket is, köszönöm a figyelmet! A föl pici kislány elment a malomba, az a huncut molnár a Dunába dobta, az a huncut molnár a Dunába dobta. Ki is úszott volna, ki elvezett volna, de a huncut molnár visszataszintotta, kapta a csákláját, visszataszintotta. Megállj, molnár, megállj, nem esik hiába, fő pici kislány Dunába dobás, a fő pici kislány Dunába dobása. Hervad az a fűzfa, a hegyek tetején, hervad az a molnár, a tömlöc fenekén, hervad az a molnár, a tömlöc fenekén. De nem azért hervad, hogy a tömlöc rongya, hanem azért hervad, kész az akasztófa, hanem azért hervad, kész az akasztófa.